Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb focis témájú videóban. Én nem láttam a Dánia Finország mérkőzést, csak hát utólag értesültem arról, hogy mi történt, és most itt nem a végeredményről lesz szó, hanem Christian Eriksen esetéről, és ez engem azért is szomorított el, mert egyrészt egy kiváló sportember, aki már többször, meg többszörösen, tehát többszörösen bizonyította, hogy Mire képes. Másrészt egy olyan csapatban játszik, ami a szívemnek, oly kedves, ugye az interben. Még teljesen mindegy, hogy milyen sportolóval történik. Ez, hogyha bekövetkezett volna a legrosszabb dolog, akkor az, az, az egy hatalmas, nagy tragédia lett volna a labdarúgásnak. De most nem erről lesz szó, hiszen ház, hála a jó égnek, hogy ő jól van, rendben van, és stabilizálni tudták az állapotát. Itt Bognár Györgyről lesz szó, akit egyébként egy nagyon jó szakembernek tartanék, és tartok is, de ma szerintem túlőtt egy bizonyos célon. Ugye azt mondta az MTV-nek, illetve az m nek a stúdiójában, hogy hát mit kell ennyit tesz a toszáskodni, miért nem folytatják a meccset, ezt az ön döntést 5 perc alatt meg lehet hozni, hogy akkor folytatják a meccset, és hogy pörögjön, menjen a futball és hogy nem érti, hogy miért nem mennek ki a játékosok a pályára. Na most gondoljunk egy kicsit abba bele, hogy mi van, hogyha mi mondjuk labdarúgók vagyunk, és egy olyan ember, akit évek óta ismerünk, éveken keresztül együtt játszottunk vele, egyszer csak összesik a pályán, fennakadnak a szemei, és, és igazából a legrosszabbra gondolunk. És hiába mondják azt egy negyed óra, húsz perc múlva, hogy jól van és rendben van, de amikor azt látjuk, hogy egy olyan embert, aki, akivel tényleg évek óta együtt toljuk, és nagy Isten, még, 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 barátok is vagyunk, tudnánk folytatni a játékot? Tehát, vagy vonatkoztassunk -e egy kicsit a labdarúgástól egy cégnél dolgozunk, vannak kollégáink, jó kapcsolatot tápolunk velük, esetleg tényleg barátságok szövődnek, és az egyik kollégánk lefordul egyszer csak így az irodában a székről. És rendben van, kijönnek a mentők, stabilizálják az állapotát, elviszik, rendben van, oké. Okay. Ugyanúgy tudnánk folytatni aznapra a munkát? Hát szerintem nem. És most itt lehet azt mondani, hogy van egy-két, hogy, hogy van egy-két játékos, akit ezt jobban megvisetok, azt cseréljék le. Nem, itt, a, itt nem csak a játékosokról van szó, itt a játékosokról is ö, szó van, hiszen, hiszen azt látták, hogy egy sporttársuk, még hogyha nem is csapattársuk, de egy, egy olyan ember, aki ugyanazt a sportot műveli, mint ők, összesik a pályán. Hát ez, ezt nem tudom, tehát ez, ezt lelkileg nem tudom, hogyan lehet egyébként elviselni. És nyilvánvaló volt, hogy a mérkőzés folytatódni fog, hiszen azért az Európa Bajnokságnak a, a programja az eléggé. Ö, kötött És nincsen nagyon arra a lehetőség. Nyilván, hogyha bekövetkezett volna egy, komo, egy nagyon komoly tragédia, akkor, akkor természetesen ö, ö, nem folytatták volna a mérkőzést, abban biztos vagyok. De onnantól kezdve, hogy tudták nagyon jól, Jerigzen jól van, biztos voltam benne, hogy nyilvánvaló volt, hogy folytatják a mérkőzést. Ugyanakkor ö, azért ez tényleg egy olyan, olyan stressz, a dánok sajnos ki is kaptak de ez egy olyan stressz, ami, amivel baromi nehéz a pályán megbirkózni. És engem, én, én nagyon remélem egyébként, hogy Bognár György egyébként az állását a Paksnál nem beszíti el, de én ezek után nem engedném őt az M4 sportnak a m sport stúdiójának a közelébe. Ez számomra egy... egy hogy lehet valaki ennyire arrogáns? Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag mindenféle érzelem nélkül, hiszen ő is ezt a sportot művelte, és a mai napig egyébként igaz, hogy edzőként, de műveli ezt a sportot. Hogy fogalmazhat meg ilyen dolgokat? Kíváncsi lennék, mi lenne, hogyha ne adj Isten a, a, egy nb 1 es mérkőzésen, a Paks egyik volt történik ez. Ott is azt mondaná, hogy már jó, már rendben van a srác, 5 perc múlva folytathatjuk a játékot. Egy, egy, olyan emberrel mondjuk, aki, akivel éveken keresztül együtt dolgozik, tehát ezt, ezt, ezt ő meg tudná tenni? Hát én nem tudom. Tehát szerintem ez egy az ő részéről egy nagyon elhamarkodott ö, ö, nyilatkozat volt. Nagyon elham, elhamarkodott válasz volt kérdésre. És ö, mondom, én, én nem engedném őt többet a, a magyar televízió képernyőjére. képernyőjére. Nyilván a, az állását, mert itt ugye, hogyha a Paksot nézzük, tehát a paks szempontjából, akkor a szakmai teljesítményét kell értékelni, és azzal nincsen probléma. Tehát nem hiszem, hogy azt a, azt a munkáját, vagy azt a szerződését fel kéne bontani, de abba biztos, biztos vagyok, hogy a magyar televíziónak, a stúdiónak a közébe se kéne többetőt engedni. Ennyit szerettem volna, mert annyi, annyi gondolat kavargott bennem ezzel a témával kapcsolatban, úgy voltam vele, hogy ezt most így nekem hajnali kettőkor, vagy éjjel kettőkor ki kell adnom magamból, és meg kell, hogy osszam veletek. Enge, engem ez a, ez a fajta arrogancia, ez, ez mélységesen felháborít, mert nyilván én is szerettem reálisan látni a dolgokat, és bizonyos dolgokkal, amiket mondott, még azt mondom, hogy egyet is értek. Tehát, hogy igazából a játékosok kaptak egy pozitív hírt, hogy jól van a csapattársuk, de akkor se így megy. Tehát most, hogyha van egy, annyi példát fel lehetne hozni egyébként ezzel kapcsolatban, ami akár futballtól elvonatkoztatható, nagyon sok mindent fel lehet mozni, de inkább most nem akarok. Tehát eh, ennyit szerettem volna ebben a rövid kis videóban, nem is tartalak fel tovább titeket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!